Üdvözlöm, Jutta, köszönöm, hogy fogadta a hívásunkat. Jó napot kívánok, köszöntöm a Rákos Mente Televízió nézőit is. Végre elmondhatjuk, hogy kezd visszatérni az élet a régi kerékvágásába, noha ez még ugye fokozatos, de ugye a korábban bevezetett egészségügyi óvintézkedések a koronavírus járvány okán most már végre enyhülnek annak köszönhetően, hogy egyre nagyobb az átoltottság hazánkban, és ennek megfelelően most már ugye események is megrendezésre kerülhetnek ugye további egészségvédelmi óvintézkedések betartásával. Az első ilyen esemény, amit most a Rákoshegyi Bartók Zeneház szervezett, az Bartók házi ászok a teraszon című esemény volt, amely, hogyha jól tudom, akkor Navratil Andrea közreműködésével a Hófehérke óvodában valósulhatott meg. Arra kérném, hogy beszélgessünk erről egy kicsit, hogy mi is volt ez pontosan. Navratil Andrea a Bartók házi ászok egyike, aki ugye évek óta jár hozzánk, ebben az évben kapott Liszt-díjat, egy nagyon nagy zenei díj ez, az ő munkásságának és tudományos munkájának, illetve hát mint alténekesnő, népdalénekesnőnek a munkájának elismeréseként. Nagyon jól ért minden korcsoporthoz, tehát remek, mint énekes szólista, mint koncertpódium énekesnő, ugye az együttesével, illetve szólóénekben is, számos zsűriben vesz részt, nem csak a Fehér Kalamál, nem csak nálunk, hanem ilyen országos, különböző népdalversenyek zsűriében, és amúgy ő biológia végzettségű, tehát nagyon jól tudja a jeles napokat, nem csak olyan értelemben, ugye, hogy mint egy néprajztudós, hanem bizony az egyes éghajlatváltozásokat, az egyes évszakok változását is több oldalról tudja megvilágítani. Nagyon jó fejtörőket tartott a gyerekeknek, énekelt, mesélt, és ez egy kiváló interaktív előadás volt a Hófehérke óvodában. A soron következő eseményük az május 22-én lesz majd esedékes, amikor is Mayer Angyalka zongora koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. Mit tudhatunk egyébként az előadó művészről? Egy tüneményes zongora művésznő. Én mindig nagyon szeretem, hogyha a művészet és a személyiség az valahol harmonizál. Tehát nem szeretem a, bocsánat, hogy ezt mondom, szóval nem szeretem a csúnya, a negatív személyiségeket. Valahogy úgy érzem, hogy a közönség is, pláne most, ugye amikor első alkalommal találkozunk a nagy közönséggel, tehát előadó, illetve közönség, nagyon fontos, hogy egy bájos teremtést lássunk, akire jó ránézni, aki mindenkinek csak pozitivizmus most fog sugározni, és egy gyönyörű szép műsort állított össze. Kevéssé ismert Angyalka neve a zenei szakmában, holott ő a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongoratanszakán végzett, körülbelül 10 éve van a pályán, nem tudom pontosan, de rengeteg szóló estje van, tanít, kamarázik, tehát egy olyan személyiség, aki a komoly zene területén mindenütt kiválót alkot. Rendkívül nehéz az ő zenei anyaga, amit most erre a koncert műsorra tűzött, és én azt hiszem, hogy nagyon népszerű, tehát aki eljön hozzánk és meghallgatja mind Angyalkát, mind pedig az ő műsorát, nagyon-nagyon fogja élvezni. És én úgy érzem, hogy elindul ez a vírus utáni szörnyű állapot, amikor ugye félünk egymástól, és most végre megpróbálunk egy közös térben helyet foglalni. Azt gondolom, még mindig maszk van, tehát ezeket még mindig így szeretném, hogyha így tartanánk. Ugye ez kicsit kellemetlen, de hát azért vigyázzunk egymásra is, bár csak azok az emberek jöhetnek be, és ezt mindig hangsúlyozom, ön is hangsúlyozta, én is szeretném hangsúlyozni a kedves tévénézőknek, hogy ne vitatkozzanak majd ott velünk. Mindenkitől el fogjuk kérni mind az okmányát, mind pedig a személyi igazolványát, mert ugye a nevet azt nekünk egyeztetni kell. Tudom, hogy vannak ilyen QR kódok, meg nem tudom micsoda, hát erre nekünk felszerelésünk nincs, időnk sincs, mi megbízunk az emberekben, de én azt gondolom, hogy minden ember felelősség teljes tudatában jöjjön, várjuk szeretettel, és vigyázzon a másik embertársára. A programok sora májusban ezzel nem fog véget érni, hiszen május utolsó hétvégéjén a Ha eljönnél hozzám Fehér Galambocskám elnevezésű több éves hagyományra visszatekintő eseményük, illetve népzenei kurzusok ismételten megrendezésre kerül. Itt elsőként adódik a kérdés, hogy milyen múltra tekint vissza egyébként ez az esemény, ez a rendezvény.
Ez a kurzusunk, ez a népzenei kurzusunk ugye tanároknak, óvoda, pedagógusoknak szól. Mi ezt főváros szinten hirdettük volna meg elsőként, de aztán ugye a Fehér Galamb országos népzenei versenyünkből okulván, én azt gondoltam, hogy szóljunk azoknak a tanároknak is, akik bizony gyerekeket küldenek, hiszen ez egy díjazás, ez egy ingyenes továbbképzés. Mi a Nemzeti Kulturális Alapprogramon nyertünk támogatást. Ugye támogat bennünket Rákosmente önkormányzata is. Képviselőkeretből Bényi doktor majd segít bennünket, hogy a tanároknak, a vidéki tanároknak ne kelljen fizetni a szállásukért. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a tanárok nagyon-nagyon sokat dolgoztak évtizedeken keresztül nekünk is, és a gyerekekért. Ugye a Fehér Galamb az már 14 évet, tehát maga a népzenei versenyünk 14 éves múltra. Ez a kurzus pedig negyedik alkalommal kerül megrendezésre. Ugye tavaly nem tudtuk a vírus miatt, de én azt gondolom, hogy most idén teljes gőzerővel elindulunk, és nagyon bízunk abban, hogy minden tanár nagyon hasznosan fogja eltölteni, bizony ez egy ilyen 8 órás, napi 8 órás képzés, és olyan kiváló előadók jöttek, akik azt gondolom, hogy már a nevük is tényleg elmondja azt, hogy itt tényleg nagyon elhivatott, komoly egyetemi tanárok fogják tanítani a középiskolai, általános iskolai, illetve az óvónőinket. Igen, itt fontos megemlíteni, hogy összesen 6 előadóval találkozhatnak majd azok, akik ugye a kurzuson részt vesznek. Kiket hívtak egyébként, és mire törekedtek a kurzus megszervezésekor? Egy új tanár kerestem meg, dr. Havas Judit személyében. Ő egy nagyon mélyhangú, gyönyörű előadói orgánummal rendelkező művésznő. A számos televízió versműsoraiból ő nagyon ismert és elismert, nagyon népszerű. A tudományos fokozatát pedig az irodalom történet, illetve a beszédtechnika terén kapta. Navratil Andrea itt is tanító népi éneket, dalcsokrokat állít össze, ő évek óta jár, nagyon szereti a közönség. Dr. Sándor Ildikó népi mesemondást tanít, ő tanít a Zenakadémián is, tehát ő is egy etalon, ő is egy kiváló személyiség, nagyon hasznos dolgokat, aktuális dolgokat mond, mind népdalcsokor összeállításban, mind pedig ugye a beszéd, ő is egyébként koncentrál a beszédtechnikára is, és a fantáziára is épít. Akkor Tátrai Zsuzsanna, dr. Tátrai Zsuzsanna, ő a jeles napokról beszél, ő az Apor Vilmos főiskolán tanít, egyébként rengeteg óvónő jár hozzá, most ugye ők is ilyen online felületen tartották a kapcsolatot egy éven keresztül, tehát ő is nagyon várja, hogy most végre egy személyes kapcsolat lehessen, és most egy új embert kértünk föl, Herencsár Viktóriát, aki tulajdonképpen egy nagyon dinamikus előadó művésznő. Ő tanít, hát természetesen cimbalmot tanít, nem pedig annak a teoretikáját, de úgy gondoltam, hogy miután a cimbalom sokszor, ma ugye a klasszikus zene, hát Viktória a klasszikus zenében használja a cimbalmot, de hát ugye erős népi vonulata is van, és ezekről fog ő nagyon hasznos előadást tartani, hát hogyha ugye a citera mellett valamelyik gyerek egy-egy zeneiskolában, vagy valamelyik tagintézményben cimbalmot tanul, tehát ez is nagyon-nagyon hasznosnak mutatkozik, úgyhogy azt gondoltam, hogy Viktória ad egy kicsi koncertet, és természetesen mesél majd a cimbalom történetéről, és hát játszik nagyon sok zenei illusztrációval fogja ezt egybekötni. Hogyan tekintenek a nyárra annak fényében, hogy ugye most már lehet eseményeket, rendezvényeket szervezni? Illetve talán a legnagyobb kérdés az, hogy a múzeumok éjszakájával, ami ugye már hagyományosan több éve a Bartók házban is megrendezésre kerül, az ebben az esztendőben megvalósulhat-e személyesen? Igen, nem néztem meg a dátumot, de azt hiszem, hogy június 26-a, tehát az utolsó szombat, ami június hónapra esik. Azt mindenféleképpen megtartjuk, nagyon fontosnak érezzük ennek a részvételét, ugye be is jelentkeztünk már a múzeumok éjszakája csoportba, és a honlapjukon ugye ott van a mi nevünk is. Nem tudom, milyen lesz az idő, még azt nem néztem meg. Amennyiben jó időnk van, akkor én elképzeltem, hogy az udvar
zongoron, tehát hátul tartanánk egy koncertet. Három jazz zongorista művészt várunk. Ha ugye még nem akarok addig neveket mondani, ameddig ugye minden nem 100%-ig visszajelzett, hogy mindenki vállalja, hogy mindenki úgy jön el, hogy a közönség is ugye most már elindul hozzánk. Tehát ezt nagyon szeretném több helyszínen megtartani. A Kisházban még mindig tart Domonkos László kiállítása, hiszen úgy gondoltam, hogy nem tudták annyian megnézni ugye az árvatartottság miatt, mint amennyit szerettünk volna. Tehát a múzeumok éjszakáján még ez maradjon itt a kiállító térben. A nagy teremben gondoltam, hogy levetítjük azt a nagyon sok online programot, amelyeket idén készítettünk, aminek bizony éppen most mielőtt kezdődött az önökkel való riport, megnéztem, hogy mekkora nézettségünk van. Hát bizony a Bartók szösszenetekben már 815-820-nál tartunk, tehát úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon népszerű. Több honlapon Los Angeles-i Magyar Intézet honlapján, a Magyar Demokrata honlapján ezek az online koncertek rendszeresen megtekinthetők, tehát fent vannak, elérhetőek, a mi honlap YouTube csatornánkon elérhetők, és hát bizony 7-8 hangversenyt tartottunk, akár streamelve, akár pedig az online térben, úgyhogy ezeket gondoltam, hogy ebből csinálunk egy válogatást, és ezt ugye non-stop vetítjük egészen addig, ameddig a 8 órát el nem érjük, hogy csillagos az ég, szép jó időnk van, meleg van, kellemes idő, és akkor az emberek egy picit az udvarba is kivonulnak egy órás hangversenyre. Jutta, én kívánom önöknek, hogy akkor a továbbiakban minden esemény, amit elterveznek, illetve amit majd megszerveznek, az úgy valósulhasson végre meg, ahogy eddig is szerettük volna, vagy akár még annál is jobban. És köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy megosztotta velünk a gondolatait. Köszönjük szépen mi is. Viszont hallásra.